ezt a házat szigeteljük, vagyis jobban mondva, jöttem, hogy kijavítsam a munkát, amit a munkások elrontottak. Az egyik fő probléma az, hogy nagyon görbe a fal. Így van felfalazva a kőzet gyapott. És ezt a szart kell átjavítni, kijavítni. Mutatom, hogy hogy volt rögzítve a kezdősíd. Nézzétek meg, mennyire görbén van rögzítve. Hát ezt a munkát kell kijavítni, átjavítni. Erre az ocsmány szigetelésre fogok húzni réteg ragasztót, hogy ezeket a felületi hibákat átjavítsam, vagy megpróbáljam kijavítni, jobban mondva. És megpróbálom ezt a szigetelést úgy átjavítni, hogy át is vegyék ezt a munkát. Hát ide a kezdősínre rögzítettem az élvédőt, hogy ne repedjen ki majd a szigetelésnek az alja. Hát azért áll ilyen görbén ez a kezdősín, mert a fal nagyon görbe, de amikor ráültetem a gyapottat, majd a kezdősín egyenes fog lenni. Úgyhogy ez nem olyan nagy probléma. Inkább ezzel a fallal van a baj, mivel hogy nagyon görbe, és nem tudom vízmértékbe rögzíteni a gyapottat, mert hogyha a vízmértékben rögzítem, akkor a dűbel nem fogja befogni a gyapottat, vagy nem fog fogni a falba, jobban mondva. Spaletta, az ablak fölött a gyapott nincsen elbe kivágva. 2 centi eltérés. Ezeket kell átjavítni. Kérem szépen, így javítottam át a falat. Húztam rá egy vastag réteg ragasztót. Beleillesztettem a műszálas hálót. Mivel ugye a vezető profilra nem volt illesztve műanyag élvédő, így leeresztettem a hálót, miután megköt levágjuk egyenesre. Tuszol? Ez egy vastag réteg ragasztott. Na, je fais un montage. Az ablak spaletteket megcsiszoltam. Így jött ki. Miután megköt a háló, levágom a megköt a ragasztó, levágom a műszálas hálót. Így jött ki. Közben a kollégám kérdezte, hogy mit csinálok, vagyis aki elkezdte a házat szigetelni. Hát ezzel a hosszú léccel húztam fel a ragasztót, mivel a fal nagyon görbe volt. Így néz ki a fal. Hát még köpedelem, de a görbeségeket és az eltéréseket kiszedtem. Tehát, hogy lehet látni, így volt rögzítve az alumínium vezetősín, és azért eresztettük le a hálót. Hát így néz ki a fal. Fejleményeket a következő videóban fogjátok látni. Még itt fogok maradni 2 vagy 3 napot, hogy fejezzük be ezt a házat. A véleményeteket írjátok le a komment szekcióba. Sziasztok!